mélység gyilkosai. Cápa! Vérengző emberevők. Úgy dobált ide-oda, mint egy rongypapát. Vadászó gépek. Azt láttam, hogy az egyik karja sehol. Állkapcsok. Halálos címkék, amelyeket három halálos jószágra aggattak. A fehér cápára, az édesvízi szirt cápára és a tigris cápára. E három faj a felelős az embert ért támadások többségéért, de megalapozott-e a rossz hírük? Most megvizsgáljuk, miért támadnak emberre, és kiderítjük, hogy mi az igazság a mélység ősi túlélőivel kapcsolatban. Mindennapi tudomány. Cápa támadások. A cápák bolygónk legősibb ragadozói közé tartoznak. A vizek urai, amelyek szinte minden mozgó célpontra lecsapnak. A legapróbb rezdülés is potenciális zsákmányt jelezhet a számukra. Az igazság azonban az, hogy a cápák nem támadnak válogatás nélkül. Átlagosan csupán 75 embert támadnak meg, és alig 10-et ölnek meg évente. Mindeközben mi, emberek, évről évre cápák millióit mészároljuk le. Amikor gyilkosokról beszélünk, általában őket gyanúsítjuk meg, a legendás fehér cápát, a konok, zömök, édesvízi szirt cápát és a falánk csíkos tigris cápát. Azért vadásznak, hogy élelemhez jussanak, de amikor emberre támadnak, valóban minket akarnak? Egy kamaszkorú szörfös, Bethany Hamilton ellen intézett tigris cápa támadás 2003-ban az egész világot sokkolta. Holt Blanchard, a család barátja is a vízben volt, amikor bekövetkezett a baj. 7:30 körül eveztünk ki, tehát legalább egy órája világos lehetett. Minden a megszokottnak tűnt. Én a deszkámon feküdtem, és nem csináltam semmit. Mindannyian egy 3-4 méteres körzeten belül voltunk, egyetlen kisebb csoportban. A bal kezem a víz belógott, a másikkal meg a deszka orrába kapaszkodtam. A lánynak sejtelme sem volt róla, hogy a mélyből egy tigris cápa készül rárontani. Bethany nem is sikított, nem szólt semmit. Az első dolog, amire emlékszem, hogy azt mondta, egy cápa harapta meg. Nem igazán volt időm, hogy megnézzem magamnak. 2 másodperc alatt zajlott le az egész. Aztán az első dolog, amit észrevettem, hogy csupa vér minden. Rengeteg vér volt a vízben. Majd amikor közelebb kerültem, láttam, hogy az egyik karja sehol. A 2 másodperces támadást követően a cápa kánforrá vált. Miért nem tért vissza, hogy végezzen az áldozatával? És miért éppen Bethanyt szemelte ki magának? Különösen finom falatnak tűnt, vagy csupán a körülmények áldozata lett? Kaliforniában akad valaki, aki szinte mindent tud a cápákról. Az ok, ami miatt a tigris cápák, fehér cápák és szirt cápák emberre támadnak, hogy felszínen úszó nagy testű zsákmány elejtésére szakosodtak. John McCusker, iktiológus, több mint 30 éve foglalkozik cápákkal. Íme a híres Steinhardt akvárium, ahol seregnyi nedves preparátum tanúskodik meg Kasker tengeri élőlények és cápák iránti rajongásáról. A világ legkülönbözőbb tájairól származó példányok ezreit őrzi a laboratóriumában. Ezt szarkofágnak becézzük. Olyan példányokat tartunk benne, amelyek nem férnek el egy dunsztos üvegben. Több mint 400 ma élő cápafajt ismerünk. Közülük 30 támadott már minden provokáció nélkül emberre. A
McCusker úgy véli, a cápák a legtöbb esetben harapnak egyet, majd visszavonulnak és hagyják, hogy az áldozatuk elvérezzék. Miután első ízben ráharapnak a zsákmányukra, bizonyos esetekben eleresztik, máskor meg nem. Valójában a támadásoknak csupán 7%-a halálos, ami a cápa normális viselkedésére vezethető vissza. Miközben egy fóka vagy teknős villámgyorsan elpusztul a vérveszteségtől, ez a viselkedésforma lehetővé teszi a humán áldozatok számára, hogy kimeneküljenek a partra és orvosi segítséget hívjanak. Amikor cápa támadásról hallunk, az első gyanúsított okvetlenül a fehér cápa. Nem is véletlenül, hiszen a statisztikák szerint a mára kihalófélben lévő fehér cápa az összes bejelentett cápatámadás 37%-áért felelős. Az édesvízi szirt és a tigris cápa ennél jóval kevesebbért. Bár a fehér cápák támadnak gyakrabban, sokkal kisebb valószínűséggel ölik meg áldozatukat. A tigris és édesvízi szirt cápák lényegesen halálosabbak. Támadásuk gyakran jár helyrehozhatatlan fizikai károsodással és végül halállal. A statisztikák csupán két dolgot tükröznek, a támadások és a halálesetek számát. Azt azonban nem magyarázzák meg, hogy a cápák miért nem szeretnek embert enni. Ha nem belőlünk akarnak lakmározni, miért támadnak meg egyáltalán? És miért növekszik évtizedről évtizedre az efféle incidensek száma? Az egyik lehetséges válasz a vízisportok növekvő népszerűsége. Egyre több és több ember zsúfolódik össze a cápák felség területén. Sok cápa biológus szerint nem arról van szó, hogy a cápákat immár jobban érdekelnénk, hanem hogy az útjaink gyakrabban keresztezik egymást. A szörfözés pedig mintha minden másnál jobban vonzaná a cápákat. Dr. John McCusker iktiológus azonban úgy véli, a támadások félreértésen alapulnak. Egy deszkás sziluettje alulról úgy fest, mint egy fókáé, vagy netán egy teknősé. Ami a tigris cápát illeti, egyazon zónában vetjük hasra magunkat a deszkán és pancsikolunk a part közelében, ahol a nagy testű tengeri teknősök is mozognak. Ez talán megmagyarázza a fiatal szörfös Bethany Hamilton ellen intézett támadást. Ám a statisztikák szerint nem kizárólag hullámlovasok az áldozatok. Bárhol is menjünk vízbe, a közelben cápák ólálkodnak. A fehér cápák a hűvös és temperált vizeket kedvelik, ahol jókorák a hullámok. Az egyre elérhetőbbé váló trópusi nyaralás miatt a tigris cápák is esélyhez jutnak. Ám mindent egybevetve az úszók leggyakrabban édesvízi szirt cápával találkozhatnak. Ez a faj ugyanazt a meleg vizet szereti, amelyet mi magunk is. Ráadásul otthonosan mozog mind a tenger, mind az édesvízben. Édesvízi szirt cápával a torkolattól több száz kilométerre is lehet találkozni a folyókon, például a Mississippin, és tavakban, például a Nicaragua-tóban is kedvére garázdálkodik. A cápák mindenütt ott vannak, és egyre inkább ott vagyunk mi is. De még mindig nem tudjuk biztosan, miért támadnak ránk, ha igazából nem is akarnak megenni bennünket. Hogyan, miért és hol támadnak cápák emberre? És mi provokálja ezt a rettentő triumvirátust? Az éhség? Vagy a cápák közben rákaptak az emberi ízére? Miután tigris cápa támadt a 13 éves Bethany Hamiltonra, a sebészek órákig küzdöttek, hogy megmentsék az életét. A karja súlyos mértékben károsodott. Fennáll a lehetősége, hogy ahogy nőni fog, a csont hossza gyorsabban növekszik, mint ahogy a bőre alkalmazkodni tud majd hozzá, és ki fog dudorodni. Akkor újabb operációra lesz szükség, hogy megrövidítsük. Az őt megtámadó tigris cápának olyan erős állkapcsai és éles fogai voltak, hogy azok valósággal amputálták a karját. Ilyen tisztán még az edzett acél sem képes vágni. Ha egy drótvágó ollóval próbálnám meg átvágni egy fiatal személy karját, szétroncsolnám a csontot.
mert nem tudnék elég gyorsan elegendő erőt kifejteni. A cápáknak két halálos fegyverük is van, az éles fogak és a roppant erejű állkapcsok. Minden faj fogai és állkapcsai egy bizonyos zsákmányhoz idomultak. A tigris cápák fogai cakkosak, hogy a teknős páncélt is könnyűszerrel átfűrészeljék. Az efféle fogaknak nem jelent gondot az aránylag puha emberi csont. Az édesvízi szírt cápák fogsora halak és emlősök elejtésére szakosodott. Úgy szaggatják cafatokra a húst, mint valami ócskarongyot. Aztán a fehér cápa. A legdurvább fogsor egyetlen harapással bánik el a zsákmánnyal. A fogak filézőkésként funkcionálnak, fókahájhoz ideális eszközök. E három faj arzenálja olyannyira idomult a zsákmányhoz, hogy a fogak puszta érintése is megsebesítheti az embert. A tigris cápa támadást megelőzően Bethany Hamilton 21 szörf versenyt nyert meg, és a mai napig sem mondott le az érmekről. Továbbra is versenyszerűen szörfözik. Elég ritka dolog, hogy cápa támadjon meg valakit. Nem túlságosan gyakori. Jobban félek tőle, hogy autóbaleset ér, mint hogy újra megtámad egy cápa. Nem vadásznak kifejezetten emberre, de húsevők, ragadozók. Az ember önmaga ellen hívja ki a sorsot, amikor szörfözni indul. Senki sem látta a Bethany karját leszakító cápát, a szomszédokat azonban feltüzelte a támadás. Kifogtak egy cápát, és bűnbakot csináltak belőle. Az emberek, akik egy héttel vagy 10 nappal később elkapták a cápát, azt állították, hogy az állkapcsa tökéletesen beleillik a deszkába. Ezért aztán 99%-ban meg voltak győződve arról, hogy az a példány, amelyik Bethanyre támadt. Ritka dolog, hogy az áldozat felismerné támadóját. Bethany minden esetre semmit sem látott. Ha egy szürke, két és fél méteres cápa harapna rám, iktiológusként is komoly fejtörést okozna, hogy meghatározzam a faját. Egy korszerű, tudományos módszer bebizonyította, hogy a gyanús cápák levadászása nem megoldás. A Hawaii Tengerbiológiai Intézetben dr. Kim Holland éveket töltött azzal, hogy egy speciális víz alatti lehallgató állomás segítségével a tigris cápák mozgását követte. A cápák nem dekkolnak egy helyben. Szó szerint több száz kilométert tesznek meg a szigetek között, és hónapokba is beletelhet, mire visszatérnek ugyanarra a helyre. Felelősen nem mondhatjuk azt, hogy gyerünk, fogjuk ki az összes cápát itt a part mentén, ezzel még biztonságosabbá téve a fürdőzést. Mivel az a cápa, amelyik ma még itt volt, holnapra 100 kilométerre jár innen, vagy amelyik tegnap itt volt, mára már messzire tűnt. A cápák opportunisták, élelmet keresve folyton mozognak. De mi a helyzet az ízlésükkel? Szerepel-e a menüjükön az emberhús? A cápák többféle zsákmány elejtéséhez alkalmazkodtak. Egyes fajoknak azonban változatosabb az étrendjük, mint másoknak. Ez rávilágíthat, hogy miért támadnak emberre. Az édesvízi szírt cápák halakkal, madarakkal és olykor kisemlősökkel táplálkoznak. A melegvérű fehér cápák a kalóriadús falatokat részesítik előnyben. Ez lehet az egyik oka, amiért zsíros fókákat vesznek célba. A tigris cápákat az óceán szemeteseinek is hívhatnánk, mivel szinte bármit bekebeleznek. Tökéletes a hasonlat, ha az óceánok farkasaiként vagy kutyáiként tekintünk rájuk, hiszen a farkasok és a kutyák vegyes étrendűek. Ha találnak, megeszik a dögöt, az elhullott állatot, de vadásznak is. Közülük a tigris cápák a leginkább alkalmazkodók, mindent végig kóstolgatnak, nem ehető-e. Ha egy efféle állkapocs zárul össze körülöttünk, mindegy, hogy a cápa ölni akart-e vele, egyetlen harapás halálos lehet.
A Hawaii környékén kifogott tigris cápák arról híresek, hogy a legváltozatosabb szemét található a gyomrukban, a szénkupacoktól kezdve a hajóalkat részekig, sőt a rendszámokig. Így emberre támadni sem esik nehezükre. Szívverésünk elektromos rezgéseket kelt, és olykor fóka vagy teknős módra lebegünk a víz felszínen. Az, amit mi úszásnak nevezünk, egy cápa számára egyetlen dolgot jelent. Szabad préda. De elmondhat-e nekünk bármit is a cápák étrendje arról, hogy ezek az állatok mennyire halálosak a fajunkra nézve? Talán ismerve, hogy mit esznek, azt is megérthetjük, miért támadnak meg olykor embereket. Régebben egy cápa gyomortartalom vizsgálatának egyetlen módja volt, ha elpusztították és kibelezték. Manapság azonban akad humánusabb módszer is. Egy vadon élő tigris cápán eddig még sosem alkalmazott, különleges kísérlet során Holland valami kissé kevésbé fatális dologgal próbálkozik. Azt reméli, hogy endoszkóp, emberek belső szerveinek feltérképezésére használt kamera segítségével igazolni tudja, mit is esznek valójában a tigris cápák. Először azonban együttműködő pacienst kell keríteniük. Most az a kérdés, hogy ez az alapvetően humán orvosi műszer mennyire válik be az aránylag durva és zűrzavaros körülmények között, ha a nyílt tengeren próbálkozunk a használatával. Janis Papastamatiou tengerbiológusnak az a kissé nem irigylésre méltó feladat jutott, hogy neki kell bedugnia a szondát a vad tigris cápa állkapcsai közé. Ő a cápák biológiájának egyik furcsaságát készül kihasználni. Ha egy cápát a hátára fordítunk, elájul. Régebben szírt cápákkal csináltuk ezt. Rájöttünk, hogy a hátukra fordítva el tudjuk kapni őket, mert egyfajta transzba esnek. Gyakorlatilag elájulnak. Tonikus mozdulatlanságnak nevezzük ezt az állapotot. Nagyon hasonló ahhoz az állapothoz, mint amikor egy műtét előtt elaltatják a beteget. A cápa tudatán kívül van. A rövid, néhány perces tonikus mozdulatlanságot követően pontosan ugyanolyan sebességgel mozognak a vízben, mint az előző napokban vagy hetekben, amikor még semmiféle trauma sem érte őket. A legelső feladat elkapni egy tigris cápát. Kim Holland és munkatársai az éjjel 300 horgot helyeztek el Honolulutól 3 kilométerre. Ma reggelre 10 cápa akadt horogra. Fájdalmas módszernek tűnik, de Holland kezeskedik érte, hogy a cápák nem sérülnek meg. A nagy cápák olyan állatokkal táplálkoznak, amelyek tetőtől talpig tüskések. Gyakran előfordul, hogy az ínyükben egy egész sereg betokozódott rája tüskét találni. Ezért valami nagyon szúrósat, sőt mérgezőt bekapni szinte mindennapos dolog egy cápa számára. Sőt, elterjedt az a mendemonda, miszerint a cápáknak olyan erős az immunrendszerük, hogy ellenáll a ráknak. Ez nem igaz, azonban a cápák betegségekkel szembeni rezisztenciája megdöbbentően nagy. Mégis egy olyan egyszerű művelet, hogy a hátukra fordítják őket, sebezhetővé teszi őket, tonikus mozdulatlanságba dermednek. Holland és munkatársai a maguk hasznára fordítják a cápáknak ezt a tulajdonságát. Nem könnyű, de az egyik horogra akadt példányt hanyat fektetik. Amint ez sikerül, a cápa egészen elernyed és látszólagos álomba merül. De nagyon gyorsan kiderül, hogy az első hallal nincs minden rendben. Egy rozsdamentes acélhorog van a szájában, amely gennyedző sebet ejtett. Mi általában olyan fémhorgokat használunk, amelyek idővel korrodálnak. Vagyis ez a hal már korábban is horogra akadt. Az állat egészsége mindennél fontosabb, ezért az emberek eltávolítják a horgot és szabadon eresztik a cápát.
Egy másik példány után néznek. Meg akarják tudni, miért támadnak emberre a cápák. Figyelmünket most az étrendjüknek szentelik, hogy kiderítsék, szeretik-e egyáltalán az emberhúst. Az a módszer, amelyet most készülnek kipróbálni, sokkal kíméletesebb az állat számára, mint az előző, de jóval nehezebb munkát jelent a csapatnak. Ezt a modern endoszkópot kórházi használatra tervezték. Nehéz és nem érheti víz. A nagy cápákkal való foglalatosság egyik ellentmondása, hogy leginkább kis hajókra van szükség hozzá. Száll a víz pára. Nem használhatunk nagy generátort. Ezért aztán az összes elképzelést ki kell próbálnunk, hogy jelen esetben ezt a csúcsmodern berendezést a háborgó tengeren egy kis csónakon a közelükbe juttassuk. Embereinknek végül sikerül egy cápát a hátára fordítani és tonikus mozdulatlanság állapotába hozni. Papasztamatiu egy speciális műanyag csövet dug le a cápa gyomrába. Ezen keresztül manőverezi le a kamerát és ezzel védi az ujjait. Elengedi a csövet, és kész a baj. A cápa visszahányja. Az egész gyomortartalmát kiokatta. A cső eltűnt a mélyben. Amilyen kellemetlennek látszik, a visszahányás normális, természetes dolog. A cápák így takarítják ki az emésztőrendszerüket. Így szoktak megszabadulni az ehetetlen részektől, például egy teknős páncéltól, amit nem tudnak megemészteni. Kiöklendezik magukból. A cápák számára ez rutin művelet, amit magas szinten űznek. A hármas számú cápa és egy tartalékcső. A csövet ezúttal biztonságosan a csónakhoz kötözték. De elég hosszú ideig bent marad-e ahhoz, hogy Papasztamatiu le tudja tolni rajta az endoszkópot? Végül üzembe helyezik az endoszkópot, és betekintést nyernek a cápa gyomrába. A kísérlet sikerült, többé-kevésbé. Képet kaptak egy cápa gyomrának belsejéről. Az azonban üres. Janis, szerinted egy üres gyomrot fogtunk ki? Igen? Ja. Az eredmény nem felel meg a várakozásoknak. Az egyik dolog, amiről emlősként megfeledkezünk, amikor olyan állatokkal foglalkozunk, amelyek maguk nem emlősök, hogy nekünk rendkívül gyors az anyagcserénk, gyakran és sokat kell lennünk. A cápák és más hidegvérű állatok nem ilyenek. Hosszú ideig el vannak élelem nélkül. A módszer első bevetése sikeres volt. Holland reméli, hogy a jövőben megismételheti és elegendő anyagot gyűjthet a kutatásaihoz. A tigris cápa anyagcseréje lassú és nem kell túl gyakran táplálkoznia. A tápanyagokban szűkölködő trópusi tengerekhez alkalmazkodva hosszú ideig kibírja kiadós vacsora nélkül. Ez az életvitel a leginkább megalkuvó ragadozóvá teszi. Lehetséges, hogy ezért teszik szemetet és támadja meg néha napján a fürdőzőket. Mégsem igazán eszik embert, többnyire csak egy falatot. Talán kíváncsi, és egy kóstolókedvért támad emberre. Az Egyesült Államokban a legtöbb cápatámadást Floridából jelentik. Elképzelhető, hogy a cápák mégsem olyan ártatlanok. És melyik az a pont, ahol a puszta kíváncsiság átvált célzott agresszióvá? ...2001-ben ez az idilli part horrorisztikus jelenetek színterévé vált. Ahogy a napimádók előzönlötték a vidéket, a megszaporodó cápa észlelések tömeghisztériát keltettek. A médiában a cápák nyaraként híresült el. A föld minden tájáról érkeztek újságírók és tévéstábok, hogy a helyszínről tudósítsanak. A
cápák nyarán alig 2 hét alatt 16 cápa támadást jelentettek be. Mindenfele észleltek édesvízi szírt cápákat, amelyek a sekély vízbe is kimerészkedtek. Oda, ahol gyerekek pancsoltak, és ahol Matt Crawford is szörfözött. Egy ekkora hal bukkant fel, és neki ment a deszkámnak, amikor éppen egy hullám felé jeveztem. Valami elkapta a kezemet, és beleharapott. Kiemeltem a vízből, és csak lifegett. Nem volt kérdés, hogy egy cápa támadt rám. Ha azonban megnézzük a statisztikákat, érdekes dologra derül fény. 2001-ben valójában kevesebb volt a cápa támadás, mint egy évvel korábban. Az adatok inkább a média őrületéről vallanak, sem mint a cápákéről. Egyesek szerint a szírt cápák nem csak az élelem reményében vagy kíváncsiságból támadnak. Úgy tűnik, az édesvízi szírt cápák területtartók. Fenyegetjük őket, behatolunk a territóriumukra, de ők nem lopakodnak mögénk és kapnak be, mint a fehér cápák. Minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy elriasszanak, hogy figyelmeztessenek. Nem akarnak megharapni, csak szeretnék, ha elkotródnánk. Megint kezdi. Az agresszív, kíváncsi és kitartó szírt cápák talán nem akarnak felfalni, de ennek ellenére mégis megtámadnak. A legnagyobb kockázatot akkor vállaljuk, ha rossz időben vagyunk rossz helyen. Chuck Anderson triatlonista rendszeresen fut és úszik, hogy megőrizze a formáját. Egy efféle edzés egyszer csak nem az életébe került. Az alabamai Gulf Shores közelében észre sem vette a cápát, amíg az rá nem harapott. Körülbelül 3 perce úszhattunk, amikor nagy hirtelen alulról valami nekem esett és felfordított a vízben. Zavarodottan és vérezve próbálta a fejét a felszín felett tartani, amikor a cápa még többet kívánt belőle. Betettem az arcom a víz alá, úszószemüvegben voltam. És alulról egy hatalmas cápát láttam közeledni. Ösztönösen kinyújtottam a karomat, hogy ellökjem magamtól, és ekkor a cápa a jobb kezem 4 ujját leharapta. Azzal, hogy másodszor is nekirontott, ez a példány különösen agresszíven viselkedett. A cápák ugyanis legtöbbször angolosan távoznak. Egyszer harapnak, majd odébb állnak. Ez azonban egy édesvízi szírt cápa volt. Harmadszor, majd negyedszer is visszatért, és Andersont a víz alá húzta. Elég élénken emlékszem arra, hogy láttam a kék eget, és a cápa úgy dobált ide-oda, akár egy rongybabát. Aztán 1 perccel később a felszínre emelve olyan erővel vonszolta magával a vízen, hogy a szemtanúk azt hitték, Anderson vízisízik. Végül sikeresen kiszabadította magát a cápa állkapcsai közül, és térdig érő vízben találta magát, ahonnan könnyen kimenekülhetett. A támadás okozta trauma ellenére Anderson változatlanul szokott úszni, ráadásul éppen ugyanabban az öbölben. Azóta, az amputálásom vagy a cápa támadás óta 13 triatlon versenyen vettem részt. De most már sokkal jobban odafigyelek arra, hogy mikor megyek vízbe. Most már tudom, hogy reggel 6:30, amikor a cápák reggelizni szoktak, nem tanácsos úszkálni az öbölben. Mégis miért támadt ez a cápa Andersonra? A pontos okokat sohasem fogjuk megtudni, de több tényező is közrejátszhatott. A cápák hajnalban és szürkületkor szeretnek táplálkozni. Nagyobb valószínűséggel szemelnek ki magányos úszót maguknak. És az ösztönök rabjai, amelyek minden érzékszervükkel a zsákmányt fürkészik, olyan jelzésekre figyelve, mint a szívverés vagy a vérszag. Nem kell sok nekik. Egy fehér cápa például egyetlen cseppvért is megérezne egy olimpiai méretű úszómedencében. És amikor egy fehér cápa támad, végig a célkeresztben tartja áldozatát. Szeme a zavaros vízben is 10-szer annyi részletet tud kivenni, mint az emberi szem. A cápa látása fontos eleme fegyvertárának, vonzzák a kontrasztos rajzolatok és az élénk színek. Lehet, hogy mi nem vesszük észre, de ha van egy cápa a közelünkben, az már biztosan kiszemelt magának.
A cápáknak kifinomultak az érzékszerveik, boszorkányos a fogsoruk, és ami a legtöbbjüket illeti, tökéletesen kiszámíthatatlanok. A fehér cápa például a legnagyobb ragadozó hal az óceánban. Több mint 6 méter hosszúra megnőhet, akkorára, mint egy kisebb fajta busz. Szénfekete szemével és láncfűrészszerű fogaival maga a testet öltött iszony. Mégis minél többet megtudunk róluk, annál kevésbé tűnnek szörnyetegeknek. A dél-afrikai Gansbaai-ban járunk. André Hartmann, egykori szigonyhalász bajnok, a legtöbbünknél jobban ismeri a fehér cápák viselkedésének finomságait. Mégis közöttük mer úszkálni. Az első alkalom, amikor cápát láttam, fehér cápát, 1977-ben volt, amikor 4 éve versenyeztem szigonyhalászként. Hartmann éppen a szerencsétlen 13. halat akarta megszigonyozni. A szabadulni igyekvő hal, mint valami eleven gong, vacsorához szólított egy közelben lévő fehér cápát. Hartmann persze nem vette észre a cápát, amíg majdnem túl késő nem lett. Előtűnt az orra és a szélesre tátott szája. Egészen beleláttam a torkába. Úgy éreztem, ha megállna, beúszhatnék, megfordulhatnék és kiúszhatnék belőle. Olyan hatalmas volt. De Hartmann pontosan tudta, mit kell tennie. Rávágott a szigony puskájával, és jól a szemébe öklözött. Megőrizte a hideg vérét, így nem esett baja. Ott feküdtem 5 percig, és azt mondtam, soha többé nem merülök. De másnap már újra rákot fogtam, és mindenféle egyebet csináltam. Ahelyett, hogy a tapasztaltak a fehér cápa ellen hangolták volna, Hartmann a majdnem tragédiát a saját hasznára fordította. Immár naponta visz turistákat a cápa zónába. Hartmann ugyan nem tudós, de meg van győződve arról, hogy azzal, hogy csaknem 1 évtizede napi kapcsolatban van fehér cápákkal, kellőképpen kiismerte ezeket a pompás jószágokat. Hartmann úgy tetszert hírnévre, hogy az elsők között próbált ki egy látszólag őrült dolgot. A ketrecen kívül úszkált fehér cápák között. Hogy ezt megtehesse, minden feltételnek adottnak kell lennie. Hartmann egy cápamájjal töltött zacskóval csalogatja hajójához a cápákat. Azok a kifinomult szaglásukkal több ezer méterről is pontosan azonosítani tudják a különleges zsákmányállatokat. Hartmann úgy véli, ezek a cápák a cápamáj szagára hangolódtak rá, ezért egy döglött cápát keresnek, amelyből lakmározhatnak. Ha helyette egy embert találnak a vízben, ügyet sem vetnek rá. Netán másik ragadozóként kezelik. Azonban akárcsak az emberek, a cápák indítatásai is eltérőek lehetnek, ezért Hartmann csak olyan példányok közé veti be magát a vízbe, amelyeket aránylag biztonságosnak ítél. A legkülönfélébb típusú cápákkal lehet találkozni. Vannak, amelyek a hajó körül úszkálnak. Nagyon illedelmesen, romlatlanul, naívan. Meg se próbálnak ráharapni a csalira. Olyan óvatosak, hogy végig megtartják a távolságot. Aztán vannak dühöngő őrültek, a testük tele hegekkel. Céltudatosan nyomulnak és mindenbe beleharapnak. Megpróbálják szétharapni a csónakmotort. Beletörik a foguk, de csak fordulnak egyet és újra nekiesnek. Bár a fehér cápák minden más cápafajnál gyakrabban támadnak emberre, nehéz egyet is találni belőlük. Az egyik alkalmas helyszín ez lehet, a Mosul-öböl Afrika déli csücske közelében. Ha a part egyes szakaszait a levegőből kémleljük, nagy eséllyel láthatunk fehér cápákat, amint úszkálnak. Ryan Johnson biológus magyaráz. A fehér cápák a közismert és rendkívül népszerű strandolóhelyek hullámtörőinél állomásoznak. A legmeglepőbb azonban az, hogy a két faj közötti keveredés ellenére milyen nagyon-nagyon kevés itt a cápatámadás.
Bár emberek ezrei úszkálnak a vízben, bizarr módon évente csupán egy vagy két fehér cápa támadás fordul elő Dél-Afrikában. Ryan Johnson úgy véli, a cápákat a hullámtörőknél nem érdekli a táplálkozás. A fehér cápa nincsen mindig gyilkos, harcos, ragadozó kedvében. Komolyan azt hiszem, hogy amikor ezekre a területekre jön, ahol a strandolók is vannak, valószínűleg inkább nyugalomra vágyik, és egyáltalán nem foglalkoztatja, hogy levadásszon, zsákmányoljon egyet a felszínen úszó dolgok közül. A fehér cápáknak úszniuk kell, hogy ne fulladjanak meg. Johnson szerint ezek a példányok pihennek, miközben a hullámok gondoskodnak az oxigén ellátásukról. Alig néhány kilométerre innen azonban olyan vizek húzódnak, ahol a lubickolás az életünkbe kerülhet. A Falls-öböl Dél-Afrikában az egyik legveszélyesebb helyszín a fürdőzéshez. Ahol a cápák szó szerint a levegőbe emelkednek gyilkolás közben. Remek hely ahhoz, hogy tovább elemezzük, miért támadnak emberre. 6 kilométerre járunk Fokváros tengerpartjától, ahová a zsíros fókák vonzzák a fehér cápákat. A két faj macska-egér játékot játszik egymással. A Találó nevű fókasziget több tízezer dél-afrikai medvefóka otthona. Telente a még tapasztalatlan kölykök elhagyják a sziget nyújtotta biztonságot. A cápák számára egyfajta gyorsétel a falatnyi tömény zsír. A cápák kivetik magukat a vízből, hogy elvitelre magukhoz vegyék őket. Az idősebb fókák mintha védekeznének. Miután elhagyták a fókaszigetet, defenzív üzemmódban manőverezik ki magukat a nyílt tengerre. A halálzónán a mélyben repesztenek keresztül, nehogy áldozatul essenek a cápáknak. Amikor a fókák eljönnek a szigetről, általában azonnal lebuknak a fenékre, és az aljzaton siklanak tovább, hogy minél előbb kijussanak az életveszélyes területről. Ezután néha cikcak vonalban úsznak, talán hogy összezavarják a cápákat. És mindezt nagyon-nagyon nagy sebességgel teszik. Nem vacakolnak, amikor elhagyják a szigetet. A sebesült fókák még könnyebb prédát jelentenek, nem bírják sokáig. Ha a felszín alatt és felett egyaránt meg tudnánk figyelni egy ilyen cápa támadást, talán rájöhetnénk, miért és mikor támadnak a cápák. Most szemtanúi lehetünk és lefilmezhetjük, hogyan szárnyal egy fehér cápa. Csupán egy rendkívül fürge csónakra és éles szemre van szükségünk. De még napkelte előtt fel kell kerekednünk, mivel a cápák is korán reggeliznek. Láttál valamit? Láttál akciót? Johnson is kéznél van, hogy segítsen észrevenni egy ilyen különleges vadászatot. Jól tudja, hogy ahol sirályok vannak, ott cápák is. Pontosan előttünk egy csomó sirály sipitozik. A ragadozás egyik első jele, hogy sirályok tűnnek fel. Most kapta el. Gyerünk! Azt nézd, a felszín alatt.
A fókát ezúttal elkerülte a kegyetlen halál. Mivel a cápa már nem élhet a meglepetés erejével, a mozgékonyabb fóka el tud menekülni úgy, hogy végig mögötte marad. A felszínről is éppen elég nehéz észrevenni egy támadást, de vajon mi történhet ilyenkor a víz alatt? A cápák alkalomszerűen támadnak, vagy netán oroszlán módra vadásznak? Szerencse kell hozzá, hogy egyet lefilmezhessünk ugrás közben, és persze tervezés. A stáb a legmodernebb felszereléssel igyekszik követni a támadás minden töredék másodpercét. Filmen rögzítve az eseményeket, majd a felvételt lelassítva, lehetővé válik, hogy pontosan kiszámítsák az ütközés sebességét, amikor a 2 tonnás cápa ráront a csalira. Nagy sebességű kamerával megpróbáljuk kitűzni a fehér cápa lehetőségeinek határát. Előhívva belőle azt az elképesztően dinamikus viselkedést, ahogyan a lehető legjobban felgyorsul, és kivetődik a vízből a zsákmánya után. Rob Lawrence kapitány régebben többféle csalétekkel is sikerrel próbálkozott, de közülük messze a vékony szőnyeg a legjobb, mert mozgatás közben a vízben élőlénynek látszik. A cápák azonban néha napján lassan kapcsolnak, és kiszámíthatatlanok is. Ez pedig gondot jelent a kamerának, amelynek csaknem egy egész másodperc kell, hogy bekapcsoljon. A fehér cápák pedig nem szólnak előre, hogy támadni készülnek. Szerencsére Charles Maxwell búvárfotós kifejlesztett egy úgynevezett torpedó kamerát. Nem garantálja a sikert, de kiváló ötlet. Egyedüli esélyünk, hogy időben jelzést kapjunk, ha a víz alatt is van szemünk. Erre való a torpedó kamerám. Az áramvonalas, vízálló felvevőt 9 méterrel a hajó mögött vonszolják, végig a csalira fókuszálva. Ha be is válik a tervük, Maxwellnek alig fél másodperce maradt, hogy figyelmeztesse az operatőrt. Remélhetőleg látjuk majd, ahogy egy cápa jön föl a csalihoz. Én ordítok egyet, és az operatőr elkezd forgatni. Talán egy kis és sötét a kép, de legalább látszik valami. Az ott a felszín. Ez a türelem és a reflexek próbája. Ne vedd, a torpedó kamerára hajt! Egy jókora cápa jelent meg a szagra, de téves a riasztás, ugyanis a 4000 dolláros kamerát hitte halnak, és ügyet sem vetett a felszínen úszó csalira. Van egy kis baj, amikor nekitámadt, elharapta a kábelt. Azért szerencsénk van. Ez egy szafat az állkapcsából. Nem a foga? Nem, ez a húsa. Égyni, lássuk, lesz-e egy kis szerencsénk. Tíz perccel később újra próbálkozhatnak a megjavított torpedó kamerával. A kamera ezúttal rögzítette ezt a kisugrást. Majd alig 2 perc múlva... Cápa! Ho-ho! A torpedó kamera által felvett egyedülálló képsor megmutatja, hogy a cápa a csali közelében begyorsít. Lelassítva látható, hogy a cápa a farkával 5-ször erősen meglöki magát. A csapat számításai szerint a cápa óránként 30 kilométeres sebességgel ugrik fel a levegőbe. 2-szer olyan gyorsan, mint az eddig mért legfürgébb szírt cápa.
Ilyen sebességgel egy olimpiai sprintert is lehagyna. Mozgása tökéletesen összehangolt. Szinte erőfeszítés nélkül fordítja ki az utolsó pillanatban az állkapcsait, hogy végzetes harapást ejtsen. A filmkockákról az atlétikus teljesítmény mellett más valami is kiderül a fehér cápáról. Nem pusztán odakap, de villámgyorsan be is kebelezi áldozatát. Amikor azonban emberrel akad össze, másként cselekszik. Harap, majd odébb áll. Bizonyítékaink arra utalnak, hogy a cápák olykor megharapják az embert, de nem akarják megenni. Az embereket ért támadások valószínűleg félreértésből adódnak. A kíváncsiság, a véletlen és a félelmetes fogsor a bűnös. Nem sok mindent tehetünk, hogy kevesebb legyen a cápa támadás. Talán, ha nem úsznánk hajnalban és szürkületkor, ha nem viselnénk élénk színű dresszt, ha értenénk a figyelmeztetésből, vagy legalább azt tudatosítanánk magunkban, hogy a cápák játszóterén mindig is lesznek támadások. Narrátor Hász van der Péter, munkatársak Farkas Balázs, Horváth Zoltán, Vígvári Ágnes, Derzsi Csilla, Bozi Barbara. A magyar változatot a National Geographic Channel megbízásából a Master Film Digital készítette.